Sziasztok mindenkit, sziasztok! Az én nevem Lövövövökerli! És ez itt! Várj! Először tegyek fel egy kérdést! Volt már veled úgy az életben, mit tudom én? Például az, hogy ültél a gépnél, vagy tanultál a... Tanultál, vagy egyszer szobádban voltál, tévéztél? Ha, nagyon jó, mert megkerni videója a tévében nézem! És egyszerűen csak azt leszed észre, hogy egy rohadt nagy pók a falon, vagy így a falról elkezd lejönni. És mit csinálsz? Vannak ilyen bizonyos opciók. Á, nyugodtan kezeled a helyzetet, és valahogy megfogod a pókot, és kitessékeled a szabadból. Vagy B, elpusztítod egy lángszoróval! És Péter, ez a kategória, és ez az a játék lesz, a Kill with Fire. Miről beszélek, nem tudom. Nőtt ide egy pattanás. Rohadt életben, semmi baj. Szóval ez itt a Kill with the Fire, srácok. Tulajdonképpen arról fog szólni a játék, hogy egy pókot kell úgymond eltávolítanunk a házunk bizonyos helyiségéből, és hát erre majd ott lesz nekünk a lángszóró, vagy a ninja kart, vagy úgy minden! Úgyhogy first contact, vannak úgy látszik pályák. És úgy látszik, vannak egyből meg objektek, batteries, meg ilyenek. Ja, egyébként nagyon szépen köszönöm mindenkinek a felköszöntést, aki felköszöntött engem névnapkor. Tök jó, mert így jeleztétek nekem, hogy amúgy Peti, hello, névnapod van, Péter, meg így... Kösi. Fogalmas sem volt, srácok, nem nagyon szoktam névnapot ünnepelni, lehet, hogy én vagyok a snob vagy nem. Na mindegy, nézzük, tehát tényleg nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek! Oh, elfelejtettem videózni, nem tudom, hogy kell. Itt vagyok, srácok, itt vagyok a házban. De hol a pók? Hol a pók? Nem, amúgy tényleg hallod, amúgy voltam, volt már nem egy... Ó, milyen jó, megvan csinálva az játék, hallod, milyen jó. What the hell? Ez egy egér volt? Oké, mindegy, menjünk. Pick up váz... Fel tudom venni a vázát, érted? Mit tudok a vázával csinálni? Inspektelem a vázát. Oké, és hogy tudom... Ó, ez anyám vázája! Ah! Jesus Christ, egy póka... Oh my God! Ah! Oké, itt vannak a küldetéseim. Meg kell ölnöm a pókot. Oké, de hol lehet a pók? Hely, nagyon félek tőle. Amúgy az a vicces, hogy azt mondták volna, hogy jó, minél kisebb, annál ártalmatlanabb a picsákat, persze. Hallom, hogy hangot ad ki, mint valami egér, megerem is van. Az egeret jobban elviselem. Hol vagy pók? Oh, Jesus! Hol a pók? Igen, és valahogy ebből is tök ilyen érted, hogy eltűnik, és addig nem nyugszol, amíg meg nem találod. Ah, ott van! Rátaposok! Jesszus úristen! Ha mivel öljem meg? Mi a franc van? Mi? Hol van? A túl tévém! Ah! Ez az! Elintéztem, de az új tévém! A rohadt életben az fogja... Mi? Ennyi pók van? Oké, open the closet door. Oké, kinyitom a closet door-t. Unlocking. Hát ezt elintéztem, valahogy hozzávágtam a könyvet, vagy nem tudom, de megvan! Ó, hát ez meg micsoda? Nem mondd neked... Jesus Christ! Aha! Hát ez mi valami alien kereső? Mi? Ezért keresem a pókot! Oké, rendben, hol van a fegyverem, a pukkantóm? Ott van! Jesus, olyat rávertem, de még mindig él! Ah! Ah! Én vagyok az erősebb! Oké, megvan. Oké, megvan. Találjak még két felszerelést. Oké. De ez úgy látszik valami tutoriál pálya. Ott is egy pók. Ott egy pók. Hát ez meg micsoda? Uáj, nincs utcuval, majd figyelj, ott a pók. Hát csá! Hújó! Hújó! Wow! Ja! Erről van szó! Erről van szó! Az ablakom! Anyám meg fog ölni! Gyere a téletbe! Nem bírom el, mi van! Arról a téletbe nem sikerült! Nem sikerült, majd a kávéfőzőben vagy! Nem tudom semmi a franc ez! Igen? Hol van? Jézus! Ezzel az objektes iszével akarom széljem, ez az, elvertem! Találjam még több bekövetet, hallod, mindenhol lehetnek! Oké, hát már szétvertem a házat, vágod, jobb, bemegyek a bedroomba. Oh my God!
dobjak rá, könyveket, oké. Rádom a könyveket, várj, most van egy ilyen küldetése, hogy dobjak rá köveket. Ott köveket. Könyveket, vagy köveket nem lehetne. Várj, itt van valami, mi ez mi? Oh yeah! Kill with fire! Ez mi? Ez egy rádió? Hát mit tudok a rádióval csinálni? Oké. Hol vagy? WC-be? Családbarát! Ne! A szennyesed, de annak már úgyis mindegy! Péter családbarát videós természetesen! Hagyd nézze a gyerek nyugodtan! És hogy elintézzük a pókot! Van még? Nem tudom mi a feladatom. Ezek a fegyvereim. Vannak ilyen, van ilyen iszeim. De az elfogyott, aha. Az új bútor, amit vettem! Ez mire jó? Oké, mindegy. Van még valahol pók? Van még valahol pók? Mindent átnézek! Én mindent átnézek most már. Jesus Christ! Ott a szappan. Pók szereti a szappant. Mini papír. Remélem, oké, szerintem itt mindent elintéztem. Oké, milyen küldetéseim vannak még amúgy? Oké, várjál csak. Valahol még itt van. Valahol még itt van, rohadjon meg! A dobozban vagy nem tudom! Hol vagy fiú? Oh my god! Kifogytam! Erről van szó! Exit! Oké, megcsináltam a pályát! És rendet is csináltam úgy, ahogy anyuk érte! És a háznak a többi része mission accomplished! Yes! A lángszoró volt eddig a kedvencem, vagy hát nem lángszoró, de azért ilyen sprével. Oh my god, körbe is nézek a szobában, nincs valahol, leszórakozz velem! Most az lenne a vicces, hogyha tényleg amúgy itt mászna rajta mennyit a videó alatt, de kicsit összeszarnám magam. Jó, oké, hát nem nagyon csináltam meg mindent, de azért első pályának tökéletes volt. Upgrade available, még tudok upgrade-elni is, hát ez mi? De várjál, hol tudom a protein shake? A proteinséget konkrétan messzebbre tudok dobni dolgokat, és ez mi? Extra kick, ez kell nekem. Hogyan tudom? Csak 3 van? Jó, csak 3 pontom van, hát akkor nem nagyon tudok semmit, úgy tűnik. Jó, semmi vagy tracker, azt sem tudok semmit. Equipment. Ja, itt vannak a felszerelés. Lesz itt még felszerelés, látszott. Jó, következő pálya. Closet Encounters. 3 equipment. Szóval pályán ott hagytam a equipmentet, szerintem nem mindegy. Oké, menjünk. Pókvadászat! Jesus Christ, ez a játék! Nincs pók sehol? Hát komolyan mondom, ilyenkor mindig olyan érzést ad, tudod beléd, hogy körbe kell nézned, hogy oh my god! Oké, semmi baj. Találjam meg. Kill a spiderling. Mi az a spiderling? Nem tudom. Találjak meg, Jesus. Találjak meg 3. Oh my god, mi a franc van? Az egy piros pók! Mi volt ez a piros pók? Piros pók, ez már mi? Megcsípos, ez a pókember, vagy mi? Oh my god! Ezzel akarom majd ledobni. Ezzel akarom. Jesus Christ! Oh shit! Ezek mi támadnak? Vagy nem tudom mi van? Oh my god! Ez mi? Fegyver? Nem. Ez a kedvenc! Mit tudom én mim? Oké, nézzünk körül. Ott is ott volt. Mik ezek? Master bedroom vagyok! Master bedroom, érted? Az 10 ponttal tudok bemenni, de 4 pont az már van szerintem annyi. Ugye itt át kell nézni itt a dolgokat amúgy. Hogy mi van rajta a pók, érted? My god! Oh, Jesus Christ! Van még! Már kinyitom ezt az ajtót 4-ért. Ja igen, ott van bal felső sorokban, hogy mennyi pontom van, most már értem. Beütöttem! Ott van valami zöld. Find batteries every- nice! Oké. Hallom, itt valami alien-t keresek az Alien Isolation-ben, kb. Olyan. Oké. Ez le van lakatolva ez a szoba. Oké. Az 12-ét tudom kinyitni. Menj az ágyamról! Oké, rendben. Én nem mozgatom. Álltam meg az üvegem! Hát szétítok az objektíve minden, ezt rádobom, vajon hol van?
vissza! De! Gyere vissza, pókember! Ez az, elintézve. Elintézve. Ha! Ja, ez nem pók volt. Afelé, nem tudom mi volt. Hol a pók? Itt is lesz egy... Ó, oh, nem, az nem pók volt a fenében, nem tudom mi volt az! Elütöttem a pincsbe! A fenében nem tudom mi volt az, nem tudom hova, hova ment! Á, ott van. Oké. Okay. Nem tudom mi volt, szerintem amó. Szerintem töltény. Á! Ott is volt pók! Ott is volt! Ennek a hátuljánál van! Tökölj meg! Tökölj meg! Á! Á! Ez piros pók! Nem tudom az miért jó! Nem tudom az mire jó, vagy miért király. Nem, oké, semmi baj. Pók! Pók! Oké, kedvenc festményem, anyám vette. Jó, semmi. Oké, minden, oké. Ott is van! Hát ide látom. Ez ne a tévém! Jó, mindegy, nem érdekel engem. Nem, kit érdekel a tévé? Most őszintén. Ilyen kritikus helyzetben téged érdekelne a tévé? Nem. Oké, de be tudok menni hatér. Tök jó vagyok amúgy, nagyon jól tudom ezt a játékot, érted? Best gamer vagyok ever, csak nem szeretem a pókot. Kirázza ideg. Oké. Okay. Kukán. Jesus! Ah, yes! Nehogy anyámnak a ruhájában belemenjél, hallod? Tuti lesz, ott van, ott a pók. Ott a pók, dövölj meg! Jó van, most átváltok, hallod, a szuperszonikus fegyverre. Ez a gyerekszoba, úgyhogy ide a szuperszonikus fegyver kell, kész. Itt nincs mese. PC! PC! Előre begyújtottam a PC-t. Jó hűtés van benne úgyis. Várjál, majd a processzorra a fejbe verem. Dögölj meg! Dögölj meg! Kibírod a tüzet? Na azért, ne szórakozz velem. Lókátkádó! Az ágyam! Tüzes ágy! A PC legújabb PC RTX, ez 2008-at Ti! Hol vagy? Oké, okay, meghalt. Hú! Oké, okay, és most nincs a dobás következik, srácok. Most nincs a dobás. Mi a franc ez? Milyen chipszel dobálom? Mi a franc ez? Ó! Oh. Ágya! Mi van már? Találd el! Jó, oké. Azt a rohadt élet. Hát, nem a legjobban célzok. Foci labda! Oké, hol van még? Hol van még? Oké, hallom, még van valahol. Lehet a festményem, vagy nem tudom, lehet festmény. Oké, nem. Párna, júj ne, ez van a életben, párna, hallod, én összeszarnám magam, de komolyan mondom. Ott van. Dögölj meg! Oké, amúgy szerintem lassan meg tudom csinálni ezt a pályát is, ott, itt a mobilom. Na, a mobil az jó, a mobil. A mobil az jó az ilyen esetekre, érted, ott van, és így... Nem baj, majd anya vesz másikat. Oké, van még? Tehát még a feladataim egyébként, mert nem nagyon csinálom őket. Shattered Memories. Ó, hogy még kettőt össze kéne gyűjtenem, és akkor összejön a cucc. Nem tudom, mi van. De még van azt hiszem egy szoba. Még van azt hiszem egy szoba. Amit nem néztem át. Igen, a 15-ös. Na, még ide benézünk. A 15 pontot kellett összegyűjteni, hogy ki tudja említeni, és akkor már csak az exit van hát, és akkor vége ennek a pályának is. De hát itt vesz valami új item, vagy nem tudom, ott már valami van, ez is valami Shattered Memories. Jesus, no! Jesus, no! Jó, hát ez nem megy, nem vagyok ninja. Az orosz módszeret! A minden, ami kézben van! Ez az, nem tudom, hogy ezek a piros pókok ezek még, hogy ezekre oda kell figyelni. Belevágtam a PC-be. Nem baj, bírja. Oké. Mi ez? Szerintem ez amó, kérlek szépen, ez amó. Oké, a ninja cuccomat össz visszaszedem. Hol van? Megoldom, Én biztosra megyek, így tuti nem élte túl. Jó, szerintem el mögött is van. Wow! Jaaaaaa, ögjél! Ez a ki tudok menni az exitbe? Én kimegyek. Engem nem érdekel, srácok. Én kimentem!
Én kimentem! Elég, nincs több pók, nem érdekel. Köszönöm szépen. Oh yeah! Ez a játék brutális. Hát érzem. És mindig nézelődök a szobában. Á, most ilyen érzésem lesz egész nap. Oh my god. Srácok, én befejezném itt ezt a videót. Ha tetszett nektek ez a videó, kérlek, írjátok meg kommentben, hogy láttátok-e még erről a játékról videót, vagy inkább anyagoljuk. És írjátok meg a komment szekcióban nektek a... nekem, vagy így egymás között, hogy nektek mi volt az a pókos sztórium ugye a szobátokkal kapcsolatban, hogy mennyire volt gáz, vagy mennyire jettetek meg. Írjátok meg nyugodtan a kommentben, és a kedvenceket akkor beszívezem. Hát nekem egyszer az volt, hogy ültem a gétél, és így lejött elém, és így beszartam. Konkrétan én is, mint ami a kezembe került, mindent dobtam rá, érted szegélyre. Úgyhogy köszönöm szépen a játékot még egyszer, nem rossz kis játék, srácok. Köszönöm, hogy megnéztétek, maradjatok velem legközelebb is, én November Kenny voltam, megpróbálok májusban minden nap videót csinálni, ugye, és májusban van a születésnapom, és próbálok nektek valamivel kedveskedni, úgyhogy minden nap videókihívást mondjuk eddig is csináltam, de most valahogy megpróbálom betartani. Úgyhogy köszönöm szépen, a kezem már sokkal jobban van, úgyhogy ideje lesz újra videózni nektek. Köszönöm szépen, srácok, ha tetszett a játék, akkor Steamen tegyétek kívánságlistára ezt a játékot, oké? És holnap találkozunk, srácok, minden jót, jó éjszakát, sziasztok!